Köszöntöm Önöket, ez május első víkendje, a mai műsorban is rengeteg témával foglalkozunk, de mindenek előtt színes finom italokkal várjuk a tavaszt. Vendégem Sütő Attila, vendéglátó szakoktató. Szervusz Attila! Szia, üdvözlöm! Nagyon sok mindent hoztál már ide, kezdjünk is neki a munkának, mert hogy valami nagyon különleges italt fogsz nekünk elkészíteni a tavasz jegyében, de nem feltétlen a gyümölcs fog dominálni, hanem... A bazsalikom, egy kis zöldség. Hát ja, kíváncsian várom, hogy is. Mi is ez az ital, és egyáltalán milyen alapanyagokkal dolgozol. Elsőként használunk egy kis tejszínt. Uh-huh. Végy elő egy főző tejszínt. Ha jól látom, akkor 10%-os. Vagy amennyi jól esik. Vagy amennyi jól esik. Igen. Ami nagyon fontos, és már kapható, citromfagylalt. Oh. Ez is kell nekünk bele. Mert az ital pontos neve az a bazsalikomos, ilyen citromos joghurt ital. Uh-huh. Bele is tesszük az egészet. Egy másik tálkában szintén valami nagyon guszta dolog. Ez micsoda? Ő lesz a citrom ízű joghurt, citrom édesítésű joghurt. Uh-huh. Ezt is bele tesszük. És egy kicsit előkészültem, ez ananász össze turmixolva. Jaj, de szép színe van. Ebből is teszünk bele. A legegyszerűbb, ha otthon akarják elkészíteni, hogy turmixgépbe az egészet össze lehet állítani. És most jön bele a bazsalikom. A bazsalikom milyen állapotába kerül bele? Aprítva, simán, frissen, most, tehát nem morzsolt és szárított verzió? Nem, ez teljesen friss. Egy kis porcukor. Uh-huh. Teljesen friss állapotában, és ha turmixgépben csináljuk, akkor pedig úgy mindent egyben bele lehet tenni, nem kell külön összevágni, össze hozzá készülni. Na várjál, mert ha rám fröccsen, én szívrohamot kapok. Jó, oké. Hát ezek a sztár mozdulatok, hölgyeim és uraim, a víkendben talán ilyen még nem volt, vagy ha volt, akkor évekkel ezelőtt, és én még nem emlékszek rá. Akkor ezt a tejszínes, joghurtos, fagylaltos, bazsalikomos, porcukros valamit kihagytam dolgot, összemixelted, összeráztad. Igen. És kész is van a kis tavaszi üdítünk? És hozunk egy nagyobb szűrőt, hogy a bazsalikom darabok is átkerüljenek az italba. Ó, hát gyönyörű. Jó. És hát jön a díszítés, vagy még kerül bele valami különleges? Nem, ez ennyi díszítés kerül rá. Mivel díszítünk esetleg tavaszi koktélokat, szörpöket, üdítőket, mit javasolsz? Legjobb, amikor a jelleget adó dolog is szerepel benne, jelen esetben akkor egy kis bazsalikom levél van összetűzve, és hogy egy kis színt adjunk neki, egy kis koktél cseresznyével. És hát a bazsalikomhoz illően látom a zöld színű dolgokat kaptad igen, elő. Igen, már nincsen idő sajnos a második, kicsit lazább, még tavaszibb italnak az elkészítésére. Annyit mondj már nekem, nekünk, a nézőket biztos, hogy érdekli, hogy vannak olyan háziasszonyok, akik otthon akarják kipróbálni mondjuk ezeket a színes szintezéseket, hogy mire kell odafigyelni, a sűrűségre, egy pár tanácsot adjál csak már. Csak is a fajsúly, az italok fajsúlya, a gyümölcslevek, 100%-os gyümölcslé, arra ha töltünk szűrt leveket, vagy akár vizet is, szódát, mentes vizet, azok is mind megállnak egymás tetején. Csak is a fajsúly. Meg hát gondolom az óvatos, lassú öntés, ami... Természetesen nem árt használni egy kanalat, vagy egy, itt van nekünk egy bárkanál, és ezt a
pohár széléhez odaszorítani, így tölteni rá másik italt, és akkor megmaradnak szépen, a szintek, megmarad rajta, a színek. Vagy ha nincs ilyen kanalunk, vagy hasonló, akkor ha van jégkockánk, mindig jégre töltsük a másik italt, és akkor az felfogja. Nem úgy esik úgy bele egyik ital a másikba. Na hát a tavaszi italok után jöjjenek akkor a tavaszi sütemények, hiszen a Weekend másik stúdió részletében már Csekő Balázs, aki rengeteg finomságot hozott nekünk. Hát eper. Eper az, ami most egyrészt keresett, másrészt valahol egy picit drága is, de iszonyat finom, gondolom a tavaszi sütiket tekintve is. Mi is ez az epres csoda, amit hoztál? Hát ezt most elhoztam nektek, ez egy eperhabos mókus, a fantázia neve. Eperhabos, mert tejszínnel és eperrel készül a legfelső réteg. Egy vékony kis zselatin réteg van a tetején, ami ad egy kis színt. Neki az alatta lévő töltelék, az pedig egy mogyorókrém, szintén tejszínnel föllazítva, és egy barna piskóta ágyon fekszik ez az egész. Jaj, mert akkor átnyeltem, miközben mondtad. Nagyon-nagyon busztán néz ki. Még egy dolog, van mellette egy csoki csoda. Kolléganőnk Pós Anita imádja, ez a mentás csoki desszertetek. Ez egy mentás étcsokoládé. Alapvetően étcsokoládé, és egy kicsit keserni is, viszont a citrommal és a mentával, illetve a lime-mal játszottunk az ízekkel még, és ettől egy igazán friss sütemény jött ki. Ennek az a különlegessége, hogy a tésztájában nincsen liszt, és 65-70% étcsokoládét tartalmaz. Ha jól tudom, akkor ennek a sütinek is van ilyen mentes verziója. Mennyire gyakori amúgy, hogy különböző mentes süteményeket keresnek cukrászdában az érdeklődők, vásárlók? Egyre gyakoribb. Mi is igyekszünk lecserélni, illetve helyettesíteni mindazokat az alapanyagokat, amik már abba a nehezebb kategóriába tartoznak, tehát a cukrot, a lisztet. Erre már megvannak a speciális keverékek, megvannak a speciális dolgok, hogy mi az, amivel le lehet esetlegesen őket majd helyettesíteni. Milyen mentes sütik vannak, tehát hogy milyen mentes sütiket keresnek, tehát hát most diabetikus. Diabetikus, a paleó, a reform, mindenféle különböző területről jönnek az igények, amiket mi is igyekszünk teljesíteni. Nagyon sokféle megkeresésünk van, hogy ezt is szeretnék, ha elkészítenénk azt is. De én azt gondolom alapvetően Magyarországon a magyar gyümölcsökből, a magyar alapanyagokból kell dolgozni, és lehet persze játszani a igazán különleges és értékes egyéb nyersanyagokkal is. Közben megpróbáljuk a lehetetlent, én helyet variáltam itt az asztalnál. Két süteményünk még maradt a végére, egy percben be tudod-e őket mutatni, hogy mi micsoda? Így van, a fehér szín az egy klasszikus sajtorta, kétféle sajtkrémmel készül, és egy omlós kevert tészta az alaptésztája, illetve egy klasszikus répatorta, ami egy mascarpone-s sajtkrém mell van megspikelve, illetve házi sárga barack lekvár az, ami még kiegészíti ezt a különleges répatortát. És a díszítés a tavaszi sütiknél is elengedhetetlen. Látom, hogy ti is figyeltetek arra, ugye, ahogy Attila is mondta, hogy amiből készült, azzal díszítsünk. Tehát az epres habos mókuskánál ott epret használtatok, a mentásnál szintén ott van a kis mentalevél. Tényleg oda kell figyelni a díszítésre, még hogyha mi otthon készítünk akár szörpöt, koktélt vagy süteményt. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunknak. Önök pedig készültünk egy kis összefoglalóval. Hamarosan amúgy madarak lesznek a téma itt a Weekendben. Rendvédelmi napot tartottak Nyíregyházán tegnap a belvárosban, Nyíregyházán, ezt már említettem. Erről készült egy 2-3 perces összefoglaló. Konténerben berendezett lakás gyulladt ki Nyíregyháza belvárosában. A látványos tűzoltó bemutatóra mindenki felfigyelt. A tűzoltók gyorsan, szakszerűen oltották el a lángokat, a megyei rendvédelmi napon az izgalmak mellett egy kis térzene is volt.
Egy felvonulással kezdődött a nap. A zenekar kísérte ide a tűzoltóautókat, vagy ők mondják a darús szereket, rendőri felvezetéssel, rendőri kísérettel. Most még mindig a térzene szól, majd dinamikus bemutatók következnek, kommandósok, keresőkutyák, mindenféle színes és látványos bemutató. A rendezvényt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság, a Katasztrófa Védelmi Igazgatóság, a Tiszalöki Büntetés Végrehajtási Intézet, a NAV, valamint a Magyar Honvédség 5. Bocska István lövészdandára közösen szervezte. A Nyíregyházi Kossuth tér teljesen megtelt. Óvodások, iskolások, családok nézték meg a különböző bemutatókat. Ezen a felvételen egy 9 éves rendőrkutya látható, a kihelyezett dobozoknál most nem kábítószert keres, hanem csokit. Az egyik doboznál meg is találta, ezt kaparással, ugatással jelezte vezetőjének. Sok gyermek a felvonult és kiállított járművekre is kíváncsi volt. Az egyik legkedveltebb ez a rendőrségi hűkamerás gépjármű volt. Ebbe ült be Bakai Marcell Noel és apukája is. Azért jöttünk ki, mert fiút negyedek a rendőrség. Mint ahogy látszik is, rendőrruhában van, és szeretne rendőr lenni, nagy lesz. Így van, Doki? Na? Igen, szeretnék rendőr lenni. A rendőrautókon kívül többek között a katasztrófavédelem járműveit is meg lehetett nézni, azokról érdekes információkat tudhattak meg az érdeklődők. Ennek a járműnek a tartályába például 7000 liter víz fér el, egy másik 16000 kg-os ösztömegű járműnek pedig több mint 30 méteres a maximális munkamagassága. Május 10-e a Madarak és Fák napja, ennek jegyében beszélgetek vendégeimmel. Szigetvári Csaba van itt, valamint Révész György, és Arája Mazsola. Sziasztok! Sziasztok! Jaj, kicsit így zavarba jöttetek, hogy ki köszönjön először. Csaba, téged zargatlak először. Madarak és Fák napja, sóstói erdő, megyénk gyönyörű szép ékessége. Milyen madarak és fák, de inkább a madarak találhatóak itt a környékünkön? Hát most már azt lehet mondani, hogy annyira benne járunk a tavaszban, hogy már minden madár megjött, aki fontos és ott fészkel. Aki kilátogat az erdőbe, az nem tudta nem észrevenni, hogy már szólnak a fülemülék, és pont ez a néhány hét, amikor a leginkább lehet őket hallgatni. De ha kevésbé ismert és viszont különlegesebb madarakra gondolunk, akkor például ismét valószínűleg költ a fekete gólya, a fokozottan védett madarunk az erdő egy háborítatlan zugába, és hát természetesen már az első fiókák is kirepültek, például a macskabagoly, fekete rigó fiókákat már észre lehet venni az erdőben. És jaj, de jó, hogy említetted a macskabaglyokat, hiszen mondhatni egy madár itt tartási projektbe vágtátok annak idején a fejszéteket, és ez is idén is sikeres, hogyha már a macskabaglyokról van szó. Miket lestetek meg pár nappal ezelőtt, és mire jutottatok? Hát macskabaglyokat találtunk, mégpedig nem csak véletlenül, hiszen néhány évvel ezelőtt a macskabaglyok számára is tettünk ki. Talán az erdőjárók találkoztak is vele ilyen azért eléggé hatalmas méretű költőadukat. Nem olyanokat, mint amik itt szerepelnek a stúdióban. Hát igen, egy picikét nagyobbakat. Ezt azért tartottuk indokoltnak, mert azért megkezdődött az idős tölgyes állományoknak a felújítása, és azért ezek a baglyok a nagy idős odvasfákban fészkelnek eredetileg, és akkor úgymond ennek a pótlására azokba az erdőkbe, amik még fiatalok, kitettük ezeket az odukat, összesen 4 darabot. Néhány évvel ezelőtt, tavaly egy ilyen oduban volt sikeres bagolyköltés, idén pedig 2 másikban, és a múlt héten az egyikben felnevelődő nagyobb fiókákat már meg is gyűrűztük, tehát ezeket a későbbiekben már nyomon is tudjuk követni esetleg. Akkor tényleg sikerélménnyel gazdagodtatok. Hát a sóstói erdőben mazsola-szerű arákkal nem igazán lehet találkozni, viszont kitűnő társa, házi kedvence lehet egy madár is az embernek. Mi a véleménye a madár tartás, hát szép és csúnya pillanatairól? Gyuri, mesél nekünk ezekről az élményekről. Hogy lehet-e találkozni ilyen madárral, egyébként nagyon ritkán lehet, hogyha megyek kiröpíteni, és látnak az emberek Nyíregyháza lakosai kéksárgarát, akkor az valószínű, hogy az enyém lesz. Egyébként elég bonyolult, én úgy gondolom, a madártartás, de tulajdonképpen minden háziállatnak a tartása. Kiváltképp a papagájéké nagyon ragaszkodóak, és ebből adódóan rengeteg probléma adódhat, akár nem akarok senkit sem elrettenteni. Nyilván a papagáj tartástól, de lehetnek toltépések, torrágicsálások.
Vagy károgások? Hát igen, nyilván egy ilyen nagy testű madárnak azért nagyon erős hangja van, és meg kell gondolni, hogy kik a szomszédok is mennyire tolerálják akár egy ilyen óriási papagájnak az üvöltését. És ha már óriási papagájok, el kell mondani, hogy mondjuk Mazsola sem fél éves, és valószínűleg nem fél éve van még hátra, azért ő egy hosszú élettartamú madárka. Hány évig élnek az ilyen papagájok, madarak? Mazsola 4 éves, és körülbelül még 70 évig fog élni. Akkor tényleg úgyhogy ragaszkodik hozzátok, gazdáihoz. Ő itt lesz, amikor én már valószínűleg nem. Vannak kisebb testű madaraid is. A nézők hamarosan láthatnak különböző felvételeket az egyik pici papagájotokról. Ő nagyon ügyes, rengeteg mindent megtanítottál már neki. Mi az, amit már tud, és mennyire fogékonyak, mennyire okosak a madarak? A papagájokról alapvetően elmondható, hogy rendkívül intelligensek, és egy kis türelemmel és a madár kiismerésével gyakorlatilag mindegyik állat bármilyen feladatra megtanítható. A tücsi, aki szenegáli papagáj, ami egyébként 2 éves madár, egy éves korában került ide hozzám fél évvel ezelőtt. Tehát amit megtanítottam neki, akár ilyen alapvető dolgok, hogy kézen az ujjamon maradjon, míg más feladatra nem utasítom. Bocs, és hogy jobban érzi magát. Mazsola. Most fog pottyantani egyébként. Úgyhogy, tehát ez a 4-5 feladat, amit megtanítottam neki, akár a szállítóládázás, vagy tömegbe elvitni, ezt bemutatózom is vele, ez ennek a fél évnek az eredménye. Nagyon hamar egyébként, a több időm lett volna, akkor ennek a sokszorosát meg tudtam volna tanítani neki egyébként. Nem tudom, hogy mennyire örülnél te, illetve a kollégák, hogyha egy rögtönzött dolgot mutatnánk itt még a műsor előtt, figyelted, hogy mire képes Mazsola esetleg itt a stúdióban. Igen. Megmutatod azt a nézőknek, amit nekünk is megmutattál, hogy honnan, hova tud esetleg érkezni? Tudom, nagyon hogy jó, szuper, nem mert most feltétlen adtam neki oda az utolsó jutalom. Jaj, falatot. Hát akkor de, lehet, de hogy Mazsola itt sírni fog. Mert jutalom nyilván nem csak... Tehát az a lényeg, hogy leülteted oda. Élelem lehet, hanem majd egy kis simogatással. Jó. Jó, oké. Ügyes vagy, maradj ott, légy szíves. Én pedig el fogok jönni. Akár ide vagy mögém? Nem, egy picit távolabbra is. Jó. Gyere! Szuper! Oké. Azt a mindenit. Úgyhogy hát jaj, akkor nem, most találtam egy, még a még van egy! Nagyon ügyes vagy, úgyhogy Mazsola. Úgyhogy megérdemli ezt a dió falatot. Hát az biztos. Én köszönöm szépen, Gyuri, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Még Csabához egy kérdés, egy gondolat erejéig azért visszafordulnék, hogy szombaton, holnap lesz egy rendezvényetek, szintén ugye a Madarak és Fák napjához köthető ez a dolog. Mi lesz ez? Sóstói erdőbe megyünk ki, és várjuk az érdeklődőket, ugyanis az ott a kihelyezett körülbelül 50 kis odúba fogunk betekinteni. Ugye évek óta nyomon követjük, hogy milyen fajta madarak, hányan költenek, hány fiókát nevelnek, és ezt lehet megnézni velünk együtt. Na, én köszönöm szépen ezt a programajánlót, és hát akkor jöjjön egy másik. Itt összegezzük, hogy mik fognak történni környékünkön, térségünkben. Engedelmes, ügyes, okos kutyákról álmodoznak a gazdik, erről is beszélgetek vendégeimmel, hiszen itt van a Nyíregyházi Kutyaiskola vezetője Pintje András, valamint kislánya Eszter, és kutyusuk, aki Dugó névre hallgat, és rémesen röfög. Na jó, ez csak ezt a poén kedvéért mondom, de nagyon ügyes, nagyon okos kutya. Sziasztok itt a stúdióban! Szia! Jaj, mondja nyugodtan, hogy szia Vivien, az a legegyszerűbb. Nézd meg, várja a jutalomfalatot. Még mielőtt adnál Gokul neki. Azt a mindenit. Szépen. Na akkor most gyorsan mondd el, hogy mi az, amit csinált a kislányod, és mi miért fontos mondjuk a kutyák tanításánál.
Látod, pozitív megerősítéssel tanítottad, ez azt jelenti, hogy a kutya az együttműködésért jutalmat kap, uh-huh. és hallottatok egy furcsa hangot, ezt úgy hívják, hogy klikker. Ugye ez pedig arra szolgál, hogy a kutyának meg tudjuk azt a pillanatot erősíteni, amikor éppen azt a pozitív dolgot cselekedt, amit jutalmazni akarom, tehát egy sokkal gyorsabb tanulást tudunk ezzel elérni, meg tudjuk pontosítani a kutya számára, hogy miért kapta a jutalmat. Minden ember más, minden kutya más, de hogyha egy nagy átlagot szeretnénk vonni, akkor mennyi idő után hagyható el ez a klikkelgetés, vagy a jutalomfalatozás egy kutyánál, hogyha tanítunk nála mondjuk egy új funkciót, egy új parancsszót? Gyakorlatilag ez nagyon gyorsan megy, mindig azt szoktuk mondani a jutalmazás, ez olyan, mint nálunk az iskolában, amikor megtanultunk piros pontért olvasni, ugye már egy magasabb osztályban már ez természetesen nem volt motiváció, a kutya is nagyon gyorsan megtanulja, hogy jutalmazás jár az együttműködésért, és utána már, amikor a tudása biztos, tehát mondjuk az ülvezényszóról le tud ülni, akkor már nem kell, hogy a jutalmazás kövesse, már akkor gyakorlatilag egy maradandó tudás van a kutyában. Hihetetlen szemekkel néz Dugó Eszterre. Én amondó vagyok, hogy valamit mutassunk a kutyával együtt, mi az a parancsszó, amit igen már megtanult, és esetleg te is tudod így kicsit irányítani az állatot. Segítesz nekem ebben, Eszter, valamit mutass vele, akár valami szlalomozás, vagy forgatás, valami ilyesmit is tudtok már együtt talán. Szlalom. Szlalom. Jó, nyilván, amiket most látunk, azok pici apró trükkök, de mondjuk egy kutyaoktatás nem erről szól, hanem mondjuk az, hogy póráz nélkül be tudtuk hozni egy épületbe ezt a kutyát. Tehát a kutyának nem okoz gondot bejönni idegen helyre, nem okoz gondot bejönni a stúdióba, hanem például nagyon szépen együtt működik velünk. Jaj, nézd meg! Dugó! Ez a léci-léci, adj egy jutalomfalatot, léci-léci, adj egy jutalomfalatot. Ez már nagyon ügyes. Ez nem olyan volt? Na, ez nem lövés volt, de azért ügyes. Mutassuk meg, jó, hogy csinálja a meghaltát. Gyere egy kicsit nyugodtan előrébb, gyere. És akkor nagyobb a teret talán. Közösen lelőjük, jó? Meghaltál! És Dugó tényleg meghalt, de reméljük, hogy újjáéled. Milyen alapvető dolgokra kell megtanítani a kutyát, hiszen te itt mondtad, hogy az volt a fontos, hogy be tudtátok idehozni a stúdióba póráz nélkül. Milyen alapszavak kellenek mindenképpen egy-egy kutya életében? Mi azt gondoljuk, hogy igazából nem vezényszavakat kell a kutyának megtanítani, hanem meg kell tanítani, hogy hol van a helye a családban, uh-huh. mert akkor szeretne velünk együttműködni. Nagyon sokszor elkövetik azt a hibát, hogy azt gondolják, hogy a kutyának megtanítom, hogy ül, és ő elindul a macska után, akkor ha én rákiabáljuk, hogy üljön le, akkor le fog ülni. Természetesen ez nem így működik, addig nem, ameddig én nem vagyok a kutya számára egy követhető vezető, mert akkor azt fogja mondani, hogy az ül vezényszó. Jó van. Az ő vezényszó, az sajnos akkor jelenti azt, amikor nyugodt körülmények között a gazdi tanít engem, amikor a gazdinál falat van, mert még nem vagyok jó vezetője. Ahogy jó vezető vagyok, ez az ülvezényszó már bárhol működik. Tehát igazából nem az a célunk, hogy bizonyos trükköket tanítsak meg a kutyának, hanem az a célom, hogy egy jó együttműködő kutyát kapjak, mert utána már csak szórakoztatás ez a dolog. Tehát építi a kutya és a gazdi kapcsolatát, hogy különböző trükköket megtaníthatunk neki, de igazából az a célom, hogy ez a kutya velem akarjon együtt élni, velem működjön, és ugye, ahogy mondtam, bárhova el tudja magammal vinni. Hány hetes, hónapos kortól érdemes amúgy kutya iskolába elvinni a kutyát? Gondolom nem feltétlen csak azért, hogy megtanítsuk vele ezeket a dolgokat, hanem más teret is ad egy-egy ilyen kutyaiskola. Hát úgy, mint ahogy az embereknél is ugye gyakorlatilag kötelező az óvoda, ahol a gyerekek mm-hmm. megtanulnak a többiekkel kommunikálni, ugye konfliktusba kerülnek egymással. Itt a kutyáknál is már a 4 hónapos korba várják a kölyök óvodába a kutyákat, ahol ugyanezt történik szinte, mint egy ember óvodába. Szaladgálnak, nincsen rajtuk póráz, a gazda elkezdi tanítgatni, illetve a többi kutyával elkezdenek kommunikálni. Ugye a kutyának van egy olyan tulajdonsága, hogy abból éli az életét, amit megtapasztalt, hogyha egy kutya csak egy kutyával tanult meg játszani, akkor ő ezt az egyféle játékstílus fogja tudni, és nem fog tudni idegen kutyákkal kommunikálni. Remélem, Eszter, nem fogsz megsértődni. Egy pár dolgot akár közösen, vagy apa még esetleg meg tudsz mutatni Dugóval kapcsolatosan, hogy mi az, ami neked oktatóként szükséges, fontos, és büszke vagy arra, hogy a te kutyád is tudja. Én értem, hogy feladatokat szállni fogok, és mutatni feladatot. Nem feltétlen az, hogy produkció, de igen, amit mondtál, hogy azért az alapokat azért... De ő egy olyan kutya, aki már évek óta jár sérültekhez minden héten. Ő például felugrik egy kerekesszékbe, őt lehet ott csimogatni, tehát ő olyan tulajdonságokkal rendelkezik, illetve olyan tanításon ment keresztül, hogy bárhol, bármikor be lehet vinni, jól viselkedik. Csináld nyugodtan az emberekkel. Tehát én azt gondolom, hogy ez a nagy eredmény,
Az, hogy milyen trükköket tud, az természetesen az látványos. Csak egy plusz. Igen, mindjárt köszönünk neki, megnézzük, hogy Dugó tud-e nekünk mutasd. Visszaköszönni. Szia, Dugó, szia. Oké. Okay. Jaj, de ügyes ez a kutya. Tényleg nagyon szuper. Ügyes és engedelmes. Akkor 4 hónapos kortól már ajánlottam úgy a kutyákat ilyen iskolába intézményesített helyre vinni. Egyrészt a szocializáció miatt, meg másrészt azért, hogy megtanulja, hogy hol van a helye a családban, illetve mik azok az alap dolgok, amiket ül, marad, fekszik és így tovább. Mit javasolsz amúgy, mikor nem késő mondjuk egy kutyát kutyaiskolába vinni? Tehát mondjuk, mit tudom, én örökbe fogadok egy 5 éves menhelyről egy állatot, akkor őt is érdemes elvinni, vagy ez már elég késő? Szerencsére teljesen másképpen tanulnak, mint mi emberek, úgyhogy náluk nem a kor haladtával nem lassulnak ugye a tanítási fejlemények. Hanem a kutya gyakorlatilag bármilyen korban képes megtanulni. Sőt, ugye, hogyha egy idősebb kutyát veszek magamhoz, akkor nagyon fontos, hogy egy picit példát mutassak neki, hogy nálunk mik a szabályok, nem lehet felugrani a bútorra, nem lehet a macskát megkergetni. Ezekkel a szabályokkal a kutyámnak egy kicsit könnyebb velem az együttélés, ugye úgy, mint nálunk a kreszből ki vannak írva a táblák, a kutyának pontosan tudja, hogy mit várok az én családomban vele, és sokkal könnyebben beilleszkedik, úgyhogy mindenképpen érdemes, még ha idősebb kutya kerül hozzánk, azzal is foglalkozni. Kicsit tudatosan. Én köszönöm szépen ezeket a tanácsokat, amiket most elmondtál. Külön köszönet Eszternek, hogy közben produkcióztatta itt nekünk Dugót. És egy biztos, tehát bármikor érdemes kutyaiskolába vinni az állatokat. Nem mindegy, hogy milyen háttérrel rendelkeznek, nagyon sok mindenben segít akkor ez az intézményesített dolog. És hát lehet egy ilyen kis nagyon-nagyon cuki állatunk is otthon. Én köszönöm szépen még egyszer, nem sokára jövünk vissza. Mi köszönjük. Mi kell, mi kell, mi kell, mi kell.